Pályázati segítségnyújtó központ nyílt Párkányban. A központok a pályázatírásban, tájékoztatásban, a módszertanban és tapasztalatcserében segítenek az önkormányzatoknak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek. Sokkal közelebb hozni az önkormányzatoknak, vállalkozóknak, civileknek az uniós források pályázati lehetőségét, felgyorsítani és hatékonyabbá tenni az uniós programok merítését a következő programozási időszakban. Többek közt ez is a célja annak az új pályázati segítségnyújtó központnak, amelyet október 17-én, kedden délelőtt ünnepélyes keretek közt nyitottak meg a Párkányi Gimnázium épületében. Az új központ lényegében a déli régió régiófejlesztési ügynökséggel működik együtt, ugyanazon a székhelyen. Farkas Iván megyei képviselő, Muzsla polgármestere bevezetőjében a régiófejlesztési ügynökség történetét vázolta fel, és hangsúlyozta, hogy Branislav Becik, Nyitra megye elnöke már tavaly megígérte, hogy a megyeszékhelytől legtávolabb eső városban, azaz Párkányban is lesz ilyen új pályázati segítségnyújtó központ. Annál is inkább, mert már Udvard polgármestereként is tisztában volt a régió gondjaival. Branislav Becik, Nyitra megye elnöke pedig üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a terepen és a gyakorlatban akar segíteni a megye, mégpedig első körben az önkormányzatoknak és a településeknek ingyen, mégpedig a pályázatírásban, hogy minél több sikeres uniós projektjük legyen, tehát fejlesztésekre minél kevesebbet kelljen költeniük a saját kasszájukból. Becik elmondta, hogy első körben az integrált területi beruházások projektjeiben segítenek, mert azt szeretnék, hogyha ezek többsége már idén december 31-éig olyan stádiumba jutna, hogy akár építési engedélyekért is folyamodni lehessen. A megyeelnök viszont roppant fontosnak tartja a továbbiakban az uniós programok merítését is, mint elmondta, országosan azt szeretnék, ha ezeket a forrásokat legalább 51%-ban a megyék használnák fel és osztanák szét, nem pedig a minisztériumok. Sikeres példaként említette Lengyelországot, ahol szintén a megyékre, vajdaságokra bízták az EU-s fejlesztési alapok merítését, és ezt ott 100%-ban sikerült is teljesíteni. Franciaországban is regionálisan merítik főképp a fejlesztési pénzeket, mintegy 68%-ban. Az említett példákban tehát szinte mindenütt a megyék és a régiók a főmerítők, nem a központ, az állam. Tulajdonképpen ezt szeretnék elérni Szlovákiában is. Becik hozzátette, pályázati felkészültségben Nyitra megye jól áll, miként az integrált területi beruházásokban is, épp ezért más megyékhez viszonyítva még arra is van esély, hogy kereten felül juthasson fejlesztési forrásokhoz a megye. A megyeelnök hozzátette, ő sokat vár a januárban létrehozandó idegenforgalmi és turisztikai minisztériumtól is, ott is lobbiznak majd forrásokért. Branislav Becik tudatta, hogy a távlati terveik közt szerepel további pályázati segítségnyújtási központok nyitása Zselízen és Ipolyságon is. Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke pedig a határmenti uniós együttműködési programokat emelte ki, az Interreget például, melynek köszönhetően számos komoly dolog valósult meg, így például az új Ipoly híd és a Párkány Helemba, illetve Karva Párkány kerékpárút is. Csenger Tibor hangsúlyozta, hogy az Interregben a magyar-szlovák határszakaszon a következő programozási időszakban 160 millió euró áll rendelkezésre, úgyhogy a sikeres pályázatok egyre fontosabbak lesznek a régiós fejlődés szempontjából. Az ünnepélyes megnyitón a környék polgármesterei is részt vettek, akik már most az állófogadáson is több részletről érdeklődtek az új központ munkájával kapcsolatban.